Halló, sziasztok! Ebben az új videósorozatban egy percben fogom nektek elmesélni azokat a fotóknak a sztoriát, aminek a legértékesebbnek vagy legizgalmasabbnak gondolok, úgyhogy nézzük is az első képet, amit hoztam nektek mára. Ezt a fotót, amit most láttok, ezt még 2015-ben készítettem a Prestige szállodának a lobbyáról. A sztori annyi volt, hogy a Godnokkal el tudtunk jutni egy olyan szállodai elzárt részre, ahol a lobbira felülnézetből rá lehetett látni. Úgy gondoltam, hogy mennyire jó lenne, ha felülnézetből tudnánk csinálni egy fotót. Viszont ez egy zárt üvegfelület volt, viszont elektronikusan ki lehetett nyitni ennek az ablakait. Megkértem a gondokot arra, hogy nyissa ki ezeket az ablakokat, én pedig kimásztam erre a felületre, viszont úgy kellett kimásszak, hogy az üvegfelületre ne nagyon lépjek rá. Mondták, hogy elvileg nem szakad be, de én inkább nem akartam rálépni, nem lett volna egy életbiztosítás, és a fém létszen középre besétáltam, nyitott ablakokon pedig betartottam a fényképezőgépet, és 30-40 fotót készítettem el. Nagyon-nagyon megérte, bár visszagondolva azért eléggé veszélyes is volt, életveszélyes volt konkrétan az egész, de az egyik legjobb szállodai képemet tudtam ezzel elkészíteni, és nem bántam meg. Ennyi volt az első sztori, amit el szerettem volna nektek mesélni, nem sokára fogok jelentkezni a következő történettel, addig is legyetek jók, sziasztok!